A király kutyája. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak volt egy nagyon-nagyon szép leánya, s volt neki egy kutyája, amit rettentően szeretett. Nem adta volna oda senkinek a világ semennyi kincsért, az egész országért. Akárhova ment sétálni, a kutyát vitte magával. A leányát eljegyezte a szomszédország királyfia, s az a királyfi, ahogy járogatott a királykisasszonyhoz, hát erőst megtetszett neki a kutya, kérte a királykisasszonytól, hogy könyörgött, mert a királytól nem merte kérni. Addig könyörgött, hogy a királykisasszony, mikor az apja nem volt otthon, odaadta a kutyát a vőlegényének. Elvitte a királyfi a kutyát, de elfelejtette megkérdezni, hogy minek hívják. Hiába szólott neki így, hiába szólott neki úgy, a kutya csak szomorkodott. Gondolt egyet a királyfi, azt mondta az inasának. Most elmész oda a király kisasszonyhoz, és megkérdezed, hogy mi a kutyának a neve. De úgy kérdezd meg, hogy azt senki ne hallja, csak egyedül a király kisasszony. El is ment a királyfinak az inasa, de mikor a nagy terembe belépett, éppen az asztalnál ültek a király, a felesége, a leánya. Hely, de nagy bajban volt az inas, hogy tudja ő megkérdezni, hogy minek hívják a kutyát. Állt egy darabig, állt. Egyszer azt mondja a király kisasszonynak. Azért küldött engem ide az, hogy mondd meg neki azt, hogy minek hívják azt. A király kisasszony átlátott a szitán, és azt mondja. Mondd meg neki azt, annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Hát elment az inas, s megmondta a királyfinak. Gondolkozott a királyfi, törte a fejét, mi lehet az, s nagy későre rájött. Biztosan az inas, mikor odament, meg volt ijedve, s nem merte megkérdezni a király kisasszonytól az apja jelenlétében, minek hívják a kutyát, s azért mondta a király kisasszonynak, hogy annak hívják azt, ahogy te ott állsz ott, úgy ülök én itt. Azt mondja a kutyának. Ide gyere, félsz! S hát a kutya felugrott, s a királyfinak nyalta az arcát, s ugrált örömében. Azt se tudta, mit csináljon, mert a kutyának a neve félsz volt. Hely, de mikor elment az inas, nagy méregbe keveredett a király, s azt mondja a leányának. Mit beszélgettél te az inassal? Hát, édesapám, ezt én meg nem mondhatom. Hát, ha nem mondod meg, akkor eltakarodj az országomból, hogy ne is lássalak. Nagy sírás és keserves könyhullatás között a király kisasszony összeszedte magát, és elment. Elment a szomszédország királyfiához, aki a vőlegénye volt. Na, oda jó helyre ment, a királyfi egy csöppet sem haragudott, hanem egyből nagy lakodalmat csaptak. Megesküdtek. Telt múlt az idő. A király kisasszonynak született egy erős, szép gyermeke. Gondolta magában az öreg király, jó lesz, ha kibékülök a leányommal, és meglátogatom. Beleültek a feleségével egy szélhintóba, és elmentek, hogy meglátogassák a lányukat, és mikor a leányát meglátogatta, akkor látta meg, hogy ott van a legkedvesebb kutyája. Azt mondja a király kisasszony. Na, édesapám, most már úgyis mindegy, megmondom, hogy mit mondtam az inasnak. A király akkor tudta meg, hova került az ő legkedvesebb kutyája, s mit beszélgetett a leánya. Szánta bánta, de immár mindegy volt, mert úgyis megbékéltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána.